Dímovics Ferenc most először tud majd fával begyújtani, habár a fűtési szezon már 2 hónapja elkezdődött. Eddig főként szeméttel tüzelt. Plastikával, szeméttelát én, amit szedtünk, ami a várost takarították, onnan szedtük össze, azt tüzeltük. Gumi, cipő, meg ami rongy, minden, avva. Kolompári Bolya és családja is megörült a tűzifának, nagy segítséget jelent számukra, viszont az egész fűtési idényre nem lesz elég a most kapott 1 köbméter fa. Nagyon vártunk ezt a fát. Ez most mi nekünk jó, jó gyűjt. Nem volt, hogy mivel. Nem. És mennyire lesz elég ez a fa? Hát ki tudja, hát egy hónapig lehet, hogy elég lesz. Többet nem. Tudjuk, hogy az 1 köbméter véletlenül se elég az egész fűtési idényre, de hogyha úgy számoljuk, hogy 600 család részesül ebbe a juttatásba, akkor ez a költségvetésben elég nagy tétel, és azt kell mondanom, hogy sajnos, hogy így kell gondolkodnunk, hogy úgymond ajándékba kell adni az embereknek tűzifát. A tűzifa vásárlásra 3 millió dinárt láttak elő a községi költségvetésből. Ezzel Tornyoson 139, Bogarason 40, Keviben 21, Felsőhegyen 22, Zentán pedig 378 rászoruló családnak nyújtottak segítséget.